kiosztom a szerepeket. Te leszel a nő, te pedig a férfi. Össze ne keverjétek. És az a feladat, hogy van egy szám, rendes mozgásos tereske feladat, és a virágot át kell adni a hölgynek. Ennyi a feladat. Színpad, Használhatjátok. Ahogy van. Na mehet. <síns> <síns> <laughs> Na, mit szólunk hozzá? Majdnem sírtatok? Meglepődtél. Meglepődtél, hogy végül is ezen a számon belül megkaptad. Mm. Hát, ez, ez, így van. ez így van. Szerencse, hogy sokáig hagyták kicsengeni az utolsó hangszerleütést, így volt egy volt időd átadni. Oké, okay. ezt vegyük úgy, mint egy modellt például. Mi van akkor, ha ez modellje annak, hogy valamilyen kapcsolatot akarunk teremteni, tehát a virág ebben az esetben egyébként az az érték, amit képviselünk mi magunk. És... És nézzük üzletileg, hogy ez egy üzleti kapcsolat, egy tárgyalás. Hogy ez az üzlet megköttetett-e, vagy sem? Mit gondoltok? Nem, vagy ha igen, ez, ez gyorsan szerződésbontásra fog kerülni, ugye? Tehát biztos, hogy, hogy nem lesz sikeres dolog. Mi, mi az oka? Az egyik oka az, hogy feladat az az volt, hogy át kell adni a virágot, ti nem tudjátok, hogy milyen modell szerint, de a modell az az volt, hogy a virág az gyakorlatilag a kapcsolatotoknak a lényegét és értékét fogja ö, képviselni. Tehát ö, akár egy tárgyalásnál a terméket például. Vagy egy párkapcsolatnál, amikor találkoznak az emberek, akkor azokat a belső értékeket képviselni, amelyek majd ö, ö, hosszú távon kitartanak mellettetek ahhoz, hogy együtt legyetek. Na most a folyamat az tollig tart. A folyamat az mindig adott, hogy meddig tart. Onnantól, hogy elkezdődik. Egy tárgyalás is, egy párkapcsolat is, egy szerelem is, akármi, vagy egy ideológia felépítése, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, a világban ugyanúgy működik. De ha nézzük a tárgyalásnál, akkor ez azt jelenti, hogy a folyamat legvégén éppen hogy sikerült átadni valamit, viszont ennek nem volt ö, nagy ereje sőt, végig a folyamatban nem volt nagy ereje. Az utolsó egyharmadnál valamikor elrejtetted a virágot. Ezt nagyon jól érezted, csak későn, mert a virág nem lehetett volna ott végig. Az utolsó egyharmadba kellett volna, hogy előkerüljön a virág. És előtte fel kellett volna építeni a kapcsolatot. Mert ha nincs meg a kapcsolat, mindegy, mi a termék. Akkor is, ha a termék fogja megadni a kapcsolatot, mert egy hidegvérű üzleti megállapodásról van szó. Akkor is ugyanezt kell csinálni, ugyanaz a folyamatban lévő, ugyanaz olyan pontok fognak létrejönni. Most ezeknél a pontoknál a hétből, ami egy folyamatot felépít, ebből, ebből kihagytál Hatott legalább. Tehát az egész folyamat az nem olyan volt, hogy épült lépcsőzetesen valahova, és abban voltak fordulatok, hanem a folyamat olyan volt, hogy soha nem volt fordulat, ugyanaz történt. Egy alapvető hibát nem követtél el, amit mondjuk akik először jönnek ide és dolgoznak egy ilyen színpadon elkövetik, tehát az, hogy rögtön oda néznek, rögtön szugerálják, megfogják, hogy tessék. <laughs> ez a hiba nem lett elkövetve, ez már azért el is várható, hogy ez így ne történjen meg. Viszont az a hiba el volt követve, hogy táncoltál, és akkora érték volt ez a virág, ez látszód is. Tehát ha valaki rád néz, akkor látja, hogy te mekkorára becsülöd ezt. Ugye? Tehát tulajdonképpen a lényegre, a lényegre nem, nem figyeltél. Mit lehetett volna csinálni? Ha ez a lényeg. Így van. Ha elrejted, rejtsd el. Oké. Okay. Na most öleld meg. Hát elég nehéz. Ugye? Seggedbe dug. <laughs> Tessék. Na? Na, mi ez egy erdei büdöske. Hát ugye, ez, ez egy klasszikus dolog egyébként. De hát ez, ez, nem ez sem. Hát mit lehet csinálni? Mire kell fókuszálni? Ha ez lesz az érték, meg a kapcsolat. Ugye nyilván erre rá kell terelni a fókuszt. Én a helyedbe, millió, add már ide. Én a helyedbe valahol leraktam volna. Mondjuk ide. Ez egy megoldás. Millió más megoldás is van. Ez egy megoldás. Mert ha itt elkezdtek mozogni, akkor ez ki ez a virág? Én, én nem senki. Tudja, hogy én senki. Ugye ő is sejtheti, tehát ott van, én. ugye? Tehát ugye bárki elveheti. Te akkor vagy erős, ha ki tudod rakni az értékeidet, és nem veszi el senki. Nem akkor, amikor tartogatod. Tehát az ott van. És most nézzük meg, hogy mi történik, ha az ott van hogy kapja meg ő a virágot. Persze most úgy vegyétek ezt a dolgot, mintha nem mondtam volna semmit, expertként kell dolgozni, ott van a virág, ott vagytok ti, tehát tulajdonképpen három szereplő van. Na, ez egy jó kísérlet volt. De mit keres itt a virág? Az előbb a seggembe volt. Na mindegy, tessék. Szép gondolat. Hát ugyanaz lett a vége. Miért? Hogyhogy? Hogy? Mi történt? Megváltoztattuk a szituációt. Csináltunk a két szereplőből három szereplőt viszont a három szereplőről pont annyira megfeledkeztünk, mint az előbb. Tehát hiába tettünk neki, csináltunk neki egy teret, az, hogy háromszor megtapostad, annyit nagyjából megérdemelt, de, de többet nem kapott a harmadik nem szereplő. Nem <laughs> És hát megint a folyamat végére nem jutottunk oda, hogy, hogy valamit csinálj. Tehát ez azt jelenti, hogy kialakította -e egy kapcsolatot, de a kapcsolat jó, erősebb volt, mint az előző esetben, viszont a kapcsolat egyáltalán nem volt olyan, hogy abban hiányzik valami, ami meg kell jelenjen. Hanem, sőt, meg volt a kapcsolat, és nagyon sokszor, konkrétan volt egyszer, hogy futottál utána. És, és utána utána futottál, amikor megfordult, elfordultál, tehát ez is egy klasszikus azért, de de ebből szintén nem lehet üzlet. Tehát, ha ez most egy modellje egy üzletnek, akkor ez a tárgyalás megint csak nem sikerült. Gyakorlatilag elhalt ott, hogy a termék egyáltalán nem érdekes, a termék egyáltalán szóba sem kerül, ha szóba kerül, akkor is mindig elfeledkezünk róla. Egy csomó kávétba került, egy csomó utazásba, és semmi. Semmi eredménye. Mit csináljunk, hogy legyen eredménye? Mit kell csinálni? Mit kell berakni ebbe a folyamatba még? Mit kell megerősíteni? A terméket. Két módon tudod megerősíteni a terméket. Az egyik, hogy a termékre felhívod a figyelmet. A másik, hogy felhívod a figyelmet, hogy ez a termék nincs nála. Tehát a kapcsolatban meg kell jelenjen az, hogy ide valaminek meg kell születnie, és meg kell jelenjen az, hogy van valami, ami ide megszülethet. Mert akkor alakulhat ki egy vágy. Ezért a terméket ö, valamilyen módon vonzóvá kell tenni. Mondjuk ott. ott kezdi. Hát most kíváncsi vagyok. Most van egy, van egy feladat, amiről most nem tudtok. Elmondtam, hogy mi a feladat persze, csak nem mondtam el a feladatok közötti kapcsolatokat. Na ezt a kapcsolatot kell megérezni, és megvan megint mindennek a tere, a helye, és nézzük, hogy... Ezek az információk, ami történhet. Tehát, ugye arról beszéltünk, hogy megerősítjük a terméket, megerősítjük a hiányt, kapcsolatot kell felépíteni, ez, mint az előbb meg kell csinálni, a kapcsolatot vinni kell valamelyik irányba, és időben a hiányt ki kell pótolja valami, ami már megszületett. Ez a feladat. Minden tárgyalásban ez a feladat. És minden szerelmi kapcsolatban, minden párkapcsolatban ez a feladat. Egy állásinterjún ez a feladat. Bármiben ez a feladat. Ez ennek a modellje. nehéz volt a rózsa, de nem tudta odahajtani. Éppen, hogy még fölemelted, odahajtani odahajítani már nem sikerül. Hát ez óriás, nagyon jó. Az értékek adó. Beleraktad a értéket egyértelműen. Igen, tehát az, az elején néztem, hogy azért mennyire nehéz Dolga van egy vak férfinek <laughs> megtalálni a virágot, <laughs> valahol ide rakták nekem. <laughs> De ez már egész jó volt, nem? Tehát érződött, hogy sokkal jobb volt a kapcsolat kettőjük között, igaz? És, és és ment, épült valami, és hát volt egy rész, na és itt jön az a ritmus, hogy hogy legyen ritmus a folyamatnak, és azokat be kell tartani. És jön a dramaturgia, hogy mikor kell megtörténjen valami. Volt a zenében egy leállás. Vegyük a zenét a modellben, mint egy külső tényező. Egy olyan külső tényező, ami vagy erősíti, vagy gyengíti a lehetőségeinket. Ez a zene nagyon megerősítette a lehetőséget. Ráadásul pozícióban is voltál. Akkor, amikor volt a leállás, akkor neked már itt volt egyfajta néhány ászon a gyakorlatod, a virággal, és, és a, a zene leállására nem reagáltál. A zene leállása és kiállása az pont egy olyan szünetet adott, ahol transformálódik az egész folyamat, és ebben a folyamatban kellett volna átadni a virágot, mert ha átadod, akkor utána már úgy tudtok kapcsolatot teremteni, hogy te már adtál neki valamit, tehát az egészet utókezeled, van jövője annak, ami történt. De arra a részre nem reagáltál, tehát a külső tényezőt nem vetted figyelembe, nem használtad ki, hogy segít téged most a külsőség. És ezért nem jött létre az üzlet. Pedig ez már egy ígéretes dolog volt. Komoly érdeklődés volt a termék iránt. Csak hát sajnos a szállító cég nem jött el, és neked egyedül nagyon nehéz lett volna így átadni. <kül> Oké, okay. következő. Hát ezt nem hagyhatjuk így, ugye? Tehát a dolognak happy ennek kell lennie, valahogy meg kell oldani. Hova helyezzük a virágot? Itt a virágos kert. Jön, jön, Keleti. Az. Jól látható ez? Itt. Így szebb. Ugye? Most már minden hibát ismerünk. Visszatérünk a feladat legelejére, hogy át kell adni a virágot. Tehát a történetünkben meg kell kötődjön az üzlet, és arról is beszéltünk, hogy hagyni is kell rá időt, hogy ez az üzlet éljen, és akkor így lesz teljes története az egésznek, és ebből legyen egy eredmény, hogyha már megkötődött az üzlet, és él az üzlet, akkor elárulok egy titkot, hogy ott kell legyen valami slusszpoén a végén. Mert ha az nincs, akkor Könnyen lehet, hogy idő előtt felbomlik a szerződés. Más érzés volt? Hát volt benne érzés, ugye, egyrészt. És, és végigment egy folyamat. Szinte jókor történtek a dolgok. Egy-egy ütem elcsúszás megvolt, máshova helyeztem volna egy-egy pontot, jobban kiéleztem volna néhány karakteresebb rész, de, de, a folyamat végigment, és, és látszott a mozgásodon, hogy, amikor megtörtént, akkor sokkal nagyobb dinamikával tudtál élni. Egyszerűen mindennek meg lett az értelme. És ez a kontrollja annak, hogy egy tárgyalás jó, hogy amikor letárgyaltunk valamit, egyszerűen értelmet kap minden, akkor sikerülnie kell. Minden a helyére tud kerülni. És úgy kell fölépíteni, hogy minden a helyére kerüljön. Ehhez ehhez fel kell, fel kell fedezni az űrt, fel kell fedezni, hogy mivel lehet kitölteni, és, és nem adni, hanem meg kell kapja a két fél azt, a, amivel ki lehet tölteni. Az hiába rendelkeznek vele. Az a tárgyalás lesz hosszú távú, eredményes. Az a tárgyalás lesz olyan, ami az embert is építi. És így kell fölépíteni, és már is jobb a kapcsolat. Volt néhány pont, ami amit most csak hozzárakok, ettől függetlenül ez így sikeres, de, de még jobban meg lehetett volna erősíteni. Mert, mert az nagyon jó volt már, amikor át is adtad a virágot, hogy, hogy utána hagytad szabadon élni vele. De nem minden pillanatban, és nem teljes szabadságot hagytál, tehát utána meg kellett volna adni még azt a pontot is az utóéletben, hogy ő szabadon övé a virág, övé a virág, már csak egy valami hiányzik kiadta nekem. És ezt nem erősítetted meg a végén. Aztán eljöttél ide a virágos kertedbe, ahol mi a szitu? Miért fontos ez? Üres. Nincs itt az, amit odaadtál. Ő él vele boldogan, és te nem boldogtalanságban, szomorúságban mész oda, hanem élvezitek együtt a boldogságot, élvezitek, de te visszajössz, hiszen azért mégis csak ez az életed, és itt voltál, körbe mentél, és itt elkövette egy fatális hibát. Oda mentél hozzá. És így ennek nem lett semmilyen jelentősége. Mert itt, ha csak egyetlen egy lépés még ide teszel, és még egy kör csinálsz, és mire megfordulsz, ő már itt van. És akkor beteljesül az, hogy te fölépítettél, megértettél vele egy hiányt. Mert virágra az előtt is szüksége volt. De most tőled van szüksége a virágra. Megerősíted ezt a hiányt, megkapja a virágot. Él vele és boldog vele. Tehát kapod tőled egy virágot, amire vágyott. És utána ő oda megy hozzád. És mi történik, amikor oda megy hozzád ott, ahol neked nincs virágod? Mert azt odaadtad neki. Mi történik? Micsoda? lesz virágja. Igen. Vele együtt. Tehát fizet. Igen. A modell szerint ez a fizetés. Tehát Igen. 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 30 napos átutalási Igen. türelmi idővel, de fizet. Igen. Igen. Érted? És nem temész oda, hogy Igen. Igen. és akkor megint együtt vagytok. Mert mindig az volt, hogy oda mentél, és akkor együtt vagytok, és akkor van virágotok. Tehát az érték az üzletben, ebben az esetben, a modell esetében, ez a tárgy, ez határozza meg azt, hogy kapcsolatban vagytok. A tárgy az egyik embernek a tárgy kell, a másik embernek az kell, amit a tárgyért ad. Tehát ebben az esetben megtörtént az, hogy ő megkapta azt, ami kell, de te még nem kaptad meg azt, ami kell, és ez fejezi ki azt, hogy te egyedül vagy, és ő idejön, vagyis ő boldog attól, amilyen van, de nem boldog, ha te nem vagy egész és boldog, és ezt megadja. És akkor lett volna teljesen kerekasztó. Jó, akkor, hogyha visszaviszik együtt a világot, és visszaviszik a kertbe. Hát akkor... Garantiális <gall> <gall> javít. <gall> <gall> nem, ez, ez, akkor, akkor a változást visszaalakítottuk, de, de az nem. Tehát ez az élet folyamata, és, és és itt az a lényeg, hogy a világ ebben az esetben szimbólum, ugye, de egy terméket, ha nézzük egy üzleti projektet, tehát akkor az, az nem jó, hogy mire lemegyek az autómhoz, már a, a fékbetétek nincsenek, ott mert vissza, valaki visszavitte a gyártónak. Tehát az nem jó. Tehát, ja, itt az a lényeg, hogy ők együtt vannak, és ki, ki lett töltve az űr, és már együtt vannak, mindenkinek mindene van. Az anyagot meg lehetett osztani úgy, hogy mindenki boldog. Az anyag nem hozható. adod a virágot, nincs virágod. De így van, mert van kapcsolat, jó az együttműködés. És lett együttműködés. Ha azt nézzük, hogy univerzálisan nézzük, nem csak üzletre, hanem párkapcsolatra, ott ugyanezt történik. Az egyik ad a másiknak valamit önzetlenül, és akkor a másiknak is szüksége van valamire, és akkor az az egyik, aki kapott, az azt most tud adni. Mert neki most van bőven. És, és nem azért, mert a másik elvárta, hanem hanem meglátszik a szükség, és megkapja. És valamikor ez így együtt van, és csavarodik az egész. Ezzel lehetett volna még pontosabbá tenni a dolgot. És majdnem meg is volt. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz elmagyarázni az életben, hogy egy tárgyalásnál vagy egy kapcsolatteremtésnél pontosan mit kell csinálni. Nagy nagyon nehéz a különböző pontokat meghatározni, hogy mikor minek kell történnie. Egy ilyen modellben lehe ki lehet tűzni, mert rövid időn belül zajlik le az egész, és őszintén, tehát ki lehet tűzni azokat a pontokat, amelyek a amelyek azok a fordulópontok, amelyek a folyamat sikeréhez fognak elvezetni. Ilyen pontok minden folyamatban vannak, és mindig van hét ilyen pont. Valamikor valamelyik fontosabb, mint a másik, tehát nem feltétlen minden esetben annyira karakteresek ezek a pontok, valamikor összemosódnak egy-egy folyamatnál, de, de ez attól is függ, hogy, hogy mennyire harmonikus maga az a folyamat, amit szeretnénk csinálni. Nagyjából a Mesterkurzus 2021-ben pontosan ezt akarom így szétszedni darabokra, ezeket a folyamatokat, hogy megértsük pontosan, hogy az első lépés, a második, a harmadik, és így tovább mit jelent, és hogy kell értelmezzük. A terecskén, a black boxban pedig nagyon jó nyomon követhető, gyakorlatban elsajátítható, és és mindig reprodukálható egy másik feladatban, megérthető, hogy mit kell csinálni. És előbb-utóbb összeáll mindenkinek. Mire összeáll, addigra már az életben reflexzerűen így működik, hiszen az, hiszen az idegrendszerünk kapott egy tapasztalatot, és az idegrendszer a tapasztalatok alapján fog reagálni bármilyen új lehetőségre. És úgymond a vérünkben fog csörgedezni az, hogy hogyan tárgyaljunk, hogyan Tartsunk vagy alakítsunk ki kapcsolatot, bármi, ami a világban az élethez szükséges.